Na, micsoda vándorok járnak erre. Hello, Zoki! Na, jó napot! Hello! Erre fújt a nyugati szél? Igen, igen, jó régen találkoztunk. Hello! Jó vagy? Jó, köszönöm szépen. És te? Örülök, hogy jöttetek. Hello! Hello! Hello, Torda! Szia! Kicsit cipős. Most már átbújhatunk, vagy átléphetünk. Gyertek egy picikét, most nem ide kapjátok, kaptok egy új helyet, gyertek! Gyertek! Bocik! Gyertek! Ne, gyertek, gyertek, gyertek! Van egy újabb terület, ahol jót tudnak legelni, aztán megpróbáljuk átvinni őket. Gyertek, bocik! Oda kapod, csak gyere, ne. Tej szezont, amikor a kecskék már nincsenek, akkor azért mindenféle, nem maradjunk tej nélkül. Csak szerencsére itt a földeken elférnek, ahol lovakkal együtt, amik le vannak legelőbb kerítve. Na jöttök? Szellő! Gyertek! Szellő! Gyere, Szellő! Gyere, Szellő! Na, ott van a vödör, ott a kaja. Gyere, Pili, te is! Meg majd jönnek. Végig, mindig le volt zárva, nem fognak. Az jó, egy kis... Leszakítod? Igen, lefelé. Úgy tudod kiszedni a fejébe. Fölemeled, és így gyorsan. Szemtelen vagy. Hát, az éjség nagy úr. Elég nekik egyek? Hát, igazából azért... Csak chips? Hát, ez szokásos reggeli, meg szokásos vacsi, de azért... A túlnyomó rész szerintem azért még mindig a zöldből szedik össze. Nem kapsz. Nagyon éhes lehet. Akkor gyere, egyél te, Piri, úgyis le vagy fogyva, gyere. Nézd, szegényke, össze van esve csont és bőr. Kismalac, gyere, egyél, na. Na, tessék. Lucernával nem adott neki ilyen nyalósót, meg ilyen ásványanyagokat. Igen. És egyszer csak egyik reggel fogta magát a tehén, összeesett, és állóhelybe eltört a lábcsontja, meg ilyen. Szóval annyira kiad magából mindent, hogy bele tud rokkanni, hogyha nem az ásványanyagokat nem pótolja az ember. Nem úgy értem a nap, hanem megvárja, hogy majd ilyen. Szia, Anna! Szia! Szia! Hoztam neked képeket, nektek képeket. Na, a múltkoriból. Remélem, hogy tudtok vele mit kezdeni, vagy föl tudjátok majd valahova rakni. Nagyszerűek, köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Három kép van a borítékban. Úgyhogy mindenki szerepeljen a képeken. Nagyon jó. Köszönjük. Szívesen. Jó, csak közben a fejét is el kell indítani. Na, hogy hívnak téged? Zolta, hogy szokott hívni? Akkor azt mondd csak. Na, ő érdeklődő fajta. Hol a cicád, Ici? Azt vagy. Ott van? Na,
Kap fel a cicát! Hello, Bambi! Bambi! Gyere ide! Beleesett a kéménybe, ugye? Ja. Gyere, kezdődik a fej és őzi! Gyere, őz! Fogd a gyereknek! Amúgy tudjuk, hogy nem őzik-e, hanem dámszarvas, csak a gyerekek miatt így egyszerűbb. Na gyere, Zotyi, segíts! Hát ő úgyse tudja, hogy micsoda. Ez olyan, mint a vaklármában, amikor nem tudja, hogy néger. Néger. Mehetünk? Igen, mehetünk. Ajti, ne ugrálj meg! Gyere, őzi! Gyere, őzi, segíts! Gyere! Igazából azért kapják az abrakot, hogy itt nyugodtan átcsingózzanak. Hé, ezt megint letörte valaki? Igen. Ennél sokkal több abrakot nem kapnak napközben, még egyszer este, vacsira is kész. Na azóta, először kettőt. Gyertek, meg kell! Na Feri, jó? Csak kettőt! Jó, szuper! Hogy? Minden lennél hárman? Nem baj. Várja, bekötöm, és utána jöhet majd folyamatosan, jó? Szólok, ha gond van. Megnyithatod? Gyertek, meg kell, Feri, menjünk majd, mert tület főre kapcsolatban. Bejönnek, meglátnak, akkor jöhet folyamatosan, jöhet! Gyertek, meg kell! Gyertek, meg kell! Gyertek, meg kell! Gyertek, még három! Gyertek, meg! Na, alszik a többi? Nem, eljön. Gyere, meg kell! Gyere! Gyere! Kettőre gyorsan rádobom, hogy addig is menjen. Menjen az ügyület. Szóval a fej és közben egy kis gyakorlás. Az ember nem maradjon ki a ritmusból. Vigyázz, Pajti! Hát, ha nem ittem ma még eleget. Pajti! Közelít. Egyszer csak eltaláljuk. Egyszer eltaláltam. Egyszer. Na, három vagyunk lassan vagyunk. Először is mindenféleképpen pont szembe a lövendő dologgal. Igen. Hogy az egyenessel már ne legyen bajunk nagyjából. Aha. Akkor a beállás az nagyjából jó, elvileg egy kicsit így ferdén. Majdnem 90 fokba, mert ugye elferdül az ember és valahogy úgy. És akkor igen, valahogy így. Meg? Igen, az ideget azt nagyjából úgy fogjuk, hogy egy fönt ide tesszük, ez a vezető. Mindig a fekete, hogy ne érje be az ideget, érted? Ha itt tesszük, akkor beleér a toll az idegbe. Igen. A fekete azért van, hogy az mutatja, hogy melyik a felső rész, hogy melyiket tetszik. Igen. Tetszen. És akkor így megyünk rá. Hogy fogom ott? Ott sehogy. Ott csak támasztom a kezemet? Ott csak támasztod. És a célzás hogy történik? Mi az, amit nézni kell? Igazából semmit, érezni kell. Jó. Szóval
A lényeg az, hogy az íj az egy egyenes valami, ami utána megy tovább. Magyarul, ahova az íjad mutat, íjad hegye, nadából oda fogsz lőni. Jó? Mm-hmm. És először próbálj meg azért inkább lefelé lőni. Mennyire húzom ki? Igazából az a lényeg, hogy mindig ugyanoda húzod ki. Én úgy szoktam, hogy ide álcsontig. Szóval, mert... Nyújtott kézzel? Igen, nyújtott kézzel, mert kéne mindenféleképpen ugyanolyan fix pontoknak lenni. Mert ahhoz tudsz utána alkalmazkodni. Igen. Magyarul, ha ez nyújtva van, ezt ide húzod mindig, akkor utána már az összes többi az egy lehetőség, hogy akkor most jobbra-balra, fölülre lefelé. Szóval akkor nagyjából én ide húzom ki így. Van, igen, aki alcsonthoz, minél gyorsabban. Ilyen szép teátrálisan kell elvileg, hogy így hátrafelé kicsapod a kezed, de minél gyorsabban veszed le róla a kezedet, annál kevésbé van bármi, úgymond hozzáérés, bármi, ami kivinni oldalra. Ja. Csak az a lényeg, hogy olyan nincsen, hogy egy íjat mondjuk nincs benne vesz, és elengedjük az ideget. Szóval az neki nem tesz jó. Világos. Szóval, hogyha kihúztuk, akkor úgy engedjük kézzel vissza. Értem. Semmit ne tarts vissza, érted? Mert leszed az ujjadról a bőrt. Igen. Szóval valahogy így... Ezt elvileg úgy mutatják, hogy amikor kihúzza az ember, még egyszer megpróbálom megmutatni, akkor elvileg valahogy így. Szóval, hogy így kiengeded, és akkor teljesen ne fogj vissza, mert bármit visszafogsz, azt az ujjadon is érzed. Na, nem tud fölmászni, itt van már nem tudom mennyi, de nem képes fölmászni, úgy kell föltenni, mint egy kisbabát. Kéne tartani és csak föllőni. Följebb hozni, mindig egy picivel följebb. Büfé, mozgó büfé. Mozgó büfé. Ah, köszönjük szépen. Friss tejet tudunk vele tenni? Hogy mondod? Friss tejet tudunk vele tenni? Már hozom. Nem cukroztam semmit. Én natúr kérem. Kicsi pipa, pipacskám, szeretőmnek feljelfaj. Nem mondtam én, hadd fájjon, nem mondtam, hogy pipáljon. Gyertek! Gyerünk, hej, hej, hej! Gyerünk, hej, 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 hej! Na, hej! Gyerünk, hej, hej!
Anna, hát köszönjük szépen a vendéglátást. Örülök, hogy itt voltatok. Hát, nagy élményben volt részünk. Köszönjük szépen a nagyon finom sajtokat. Hát és vigyázzatok magatokra, amennyire tudtok, és jó munkát, kitartást. Köszönjük szépen. Dolki, hát köszönjük szépen a lehetőséget, a vendéglátást. Nagyon szívesen jövünk, ha lehet. Gyertek, még mielőtt beáll a rossz idő, kicsit még élvezzük ki, hogy nem kell nagy kabátban, nem kell fázni, meg tudunk járkálni körbe. De majd szánkózni is jöhettek, ahogy alakul. Egyébként azt is lehet, gyönyörű a cseperkevölgy. Gyertek. Hát gratulálunk. Köszönjük. Milyen a szerencse, milyen az öröm. Köszönjük még egyszer. Köszönjük szépen. Sziasztok.